Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Besurranó tolvaj. A rendőrség pár órával a bűncselekmény után előállította és őrizetbe vette az elkövetőt. Szentendrei Teátrum. Shakespeare Szent Iván éjjj álom című előadásával nyitotta meg kapuit a Szentendrei Teátrum nyári sorozata. Finiszázs. Záró eseményéhez érkezett az Európai Iskola Veszélyes Csillagzat alatt című kiállítása. A szentendrei rendőrök néhány nap alatt kétszer is elfogtak egy helyi férfit. Őrizet, majd letartóztatás lett a vége. Elsőként múlt héten Pomázon próbált lopni a 49 éves férfi, de megszólalt az épület riasztó berendezése, így elmenekült. A bejelentés után a helyi erők órákon belül elfogták, kihallgatták, majd gyanúsítása után szabadon távozhatott. Két nappal később Szentendrén egy pizzéria üzlethelyiségéből fúrót, kör és láncfűrészt vitt el. Ezután a rendőrség pár óra múlva ismét előállította. Gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. Kocsok Zsolt, az Otrándó Pizza Bar üzletvezetőjét kérdeztük a rablás körülményeiről. Az egyik kollégám észlelte, hogy 7 óra előtt pár perccel valaki az ő szerszámaival sétál el a pizzéria kerthelyiségéből, és ezt észlelve próbálta utolérni az úriembert, de már eltűnt. Kiderült, mit vitt el a tolvaj, és mekkora összegű kárt okozott ezzel. Illetve megtudtuk azt is, hogy az eszközöket célzottan tartották az üzletben, hiszen éppen a pizzabár teraszának felújítása zajlik. Körülbelül 300.000 forint a használt értéke a három darab eszköznek, egy láncfűrésznek, egy makita csavarbehajtónak és egy körfűrésznek. Reggel 7-kor kezdték volna folytatni a terasz felújítását, a pizzériának a árkádban lévő terasz felújítását. Dr. Olá Gergely, a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője ismertette a bűncselekményt stábunknak. Ezen a héten kedden a délelőtti órákban kaptunk egy bejelentést arról, hogy Szentendre belvárosában egy étteremből ismertelen elkövető hajnali órákban szerszámgépeket tulajdonított el. Munkatársaink kiértek a helyszínre, adatgyűjtést végeztek, melynek során olyan kültéri kamera felvételek kerültek beszerzésre, ami alapján igen gyorsan azonosításra is került ez az elkövető. Külön szépsége annak az azonosításnak, hogy ez az elkövető már előtte két nappal szintén a látókörünkbe került, mivel Pomázon egy zöldséges boltból tulajdonított el élelmiszert. Ezek után már csak arra volt szükség, hogy megfogjuk ezt az elkövetőt, amire rövid időn belül már a déli órákba sor is került. A bűnügyi osztályvezetője részleteket osztott meg az elkövető múltjáról. Igen, az elkövető az 50 év körüli hajléktalan férfi, akinek már, aki büntetett előéletű, korábban már többször került látókörünkbe vagyonelleni bűncselekmények miatt. Mint említettem, a pomázi eset kapcsán a kissúlyú lopással véget még nem vettük őrizetbe, de itt a második bűnismétlés miatt már őrizetbe vettük, és a jelen órákban tart a letartóztatási tárgyalása. Megtudtuk azt is, milyen büntetésre számíthat a besurranó tolvaj. Hát a tolik kategóriák nyilván a BTK-ban azok szerepelnek, ugye halmozati büntetésként ezek a kategóriák még emelkednek is, az biztosra vehető, nyilván a bírósági ítéletét nem tudom megelőlegezni, de nagyon nagy valószínűséggel letöltendő szabadságvesztést fog kapni az elkövető. Szentendre is vonzás körzetében az ilyen típusú bűncselekmények mára már visszaszorultak. Szerencsére arról tudok beszámolni önöknek, hogy Szentendrén és így a vonzás körzetünkben ezek a típusú bűncselekmények mára visszaszorultak. Ez köszönhető annak is, hogy munkatársaim azért már azonosították azt az elkövetői kört, akik ebből éltek. Ezt egy ilyen 2-3 családnyi elkövetői körre tudom szűkíteni, és ők már a jól megérdemelt büntetésüket, vagy pedig letartóztatásukat töltik. Megtudtuk, hogy Szentendre belvárosa nagy területen lefedett az önkormányzat, illetve magánszemélyek által üzemeltetett kamerákkal. Szentendre belvárosa tekintetében kijelentettem, hogy azért nagyjából lefedett kamerákkal. Ez ugye az önkormányzat által üzemeltetett kamerákra és a magánkamerákra tudom összpontosítani. Nyilván a technika fejlődésével egyre több helyen vannak már magánkamerák, amik nagyban tudják segíteni a nyomozásainkat adott esetben bűncselekmény felderítése során.
Kiderült, mire érdemes ügyelni magánemberként, illetve üzlettulajdonosként az ilyen esetek elkerülése érdekében. Itt a második esetben ugye az étterembe történő bejutását nem akadályozta meg zárt ajtó az elkövetőnek, úgyhogy nyitva felejtették az ajtót, ezt nyilván ennek elmulasztása azért az kihívó egy adott elkövetőnek. Tehát összefoglalva először is zárják az ajtókat mindenképpen, és hát amennyire a pénztárcájuk engedi, akkor biztonsági technikai eszközöket is alkalmazzanak. Az üzletvezető összegezte, milyen felszereltségű a védelmük a megelőzésre, illetve mit terveznek kialakítani a továbbiakban, hogy még biztonságosabb legyen a pizzabár területe. A további intézkedésekben persze gondolkodtunk, de úgy gondolom, hogy mindent megteszünk az eszközeink védelmére, be van kamerázva kompletten az egész helység. Annyit talán, hogy a terasz elé egy kétszárnyú ajtót, amit lakattal még le fogunk tudni zárni, de ennél többet nem tehetünk a besurranó tolvajok ellen. A besurranó tolvajok ellen fontos, hogy amennyiben van lehetőségünk, éljünk a technológiai védelemmel, mint mozgásérzékelő lámpák, biztonsági kamerák, riasztóberendezések, illetve teremtsük meg a fizikai biztonságunkat azzal, hogy zárjuk az ajtókat, ablakokat. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda pályázatot hirdet. Közszolgálati jogviszony keretében városüzemeltetési és szolgálati ügyintéző munkakör feladatkör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje 2024. augusztus 21. éjfél. A tevékenységek körbe tartozó feladatok. Az önkormányzati beruházások fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatok ellátása, pályázatok, ajánlatkérések, megrendelések, szerződések előkészítése, hatóságokkal való egyeztetés, a szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése, garanciális és szavatossági ügyek intézése, valamint kapcsolattartás, ügyintézés a városüzemeltetési ügyekben érintett szolgáltatókkal és szervezetekkel. A foglalkoztatás határozatlan idejű, teljes munkaidőt jelent. Shakespeare egyik legismertebb vígjátékával nyitotta meg nyári előadás sorozatát a Szentendrei Teátrum. A harangozó díjas Kulcsár Noémi Shakespeare repertoárjának egyik darabja a Szent Iván éjj álom. Groteszk, humoros, mégis absztrakt. Kortárs modern értelmezésében Felix Mendelssohn azonos című remekművére hajszolják egymást Shakespeare hősei, akiket a Tellabor társulat művészei alakítanak. Ragyogó nyári estén érkeztünk a Városháza udvarára, ahol a társulat tagjai a színpadon már készülöttek az esti előadásra. Kulcsár Noémi koreográfus, a társulat vezetője, az előadás ötletéről, születéséről és a projekt alapon működő társulatról beszélt stábunknak. Ez a Szent Iván éjj álom című Shakespeare darab, amiből én készítettem egy táncjátékot, Mendelssohn zenére, illetve vannak benne elektronikus zenék is, amit Halász Gábor írt, de alapvetően a gerincét azt a Mendelssohn zenéje adja, és hát egy táncbohózat lett tulajdonképpen belőle, mert ugye a négy szerelmest, a Titániát és Oberont történetét dolgozza föl, vannak ugye a négy mesterember, úgyhogy, és Hippolita és Tézeusz története, szóval ez a keret történet, ezt dolgoztam föl egy kicsit a mesteremberek szemszögéből, mint akár egy legénybúcsú. Indulunk ki. Kevesen vannak, akik nem ismerik ezt a Shakespeare művet, de a kortárs táncelőadásból a történetet is egyértelműen követni lehet. A testbeszéd, és erre figyeltem, hogy próbáltam a nexusokat, a habitusokat, az ösztönszintű egymással való kommunikációt erősebben érzékeltetni a tánc nyelvén. Tehát a baletten, úgynevezett baletten, kortárs táncon túl nagyon erősen dramatizált az egész, nagyon erősen próbáljuk benne hozni azt, hogy teátrális és színházi jelenetek kialakulnak a táncok. A művészeti vezető elmondta, hogy a társulat mennyire örült a felkérésnek, hiszen ez a művészettel átitatott városka mindenkinek a szíve csücske. A mi társulatunk alapvetően projekttársulat, ami annyit jelent, hogy a darabokra verbuválódunk össze, és úgy
úgy próbálunk Budapesten a Nemzeti Táncszínház segítségével és termeivel és infrastruktúrájával tudunk létrehozni előadásokat, és ezekben az előadásokban pedig változóak a szereplők, de azért van egy törzsgárdája a Tellabornak. Alapvetően a balettból indulok ki, de kortástánc előadásaink vannak, illetve nagyon sok tematikus előadásunk van így ugye van egy egész Shakespeare ciklusunk. Állandó közszínházi társulatoknál a különböző feladatokért külön emberek felelnek. A Tellabor társulat minden tagja kiveszi a részét a táncelőadáshoz kapcsolódó munkákból. Csere Zoltán táncos, egyetemi oktató, a díszlet, jelmez szállításában és a próbák vezetésében is segít. A szereplők egyeztetéséről, a próba folyamatról kérdeztük. Mivel, hogy 12-en vagyunk a darabban, ebből sok szabadúszó, vannak egyetemi hallgatók, már végzettek. Logisztika összeszedni mind a 12 embert, ezért néha csak egy olyan nap van, amikor mindenki ott van a próbán, ezt általában azért előadás előtti napra szoktuk időzíteni. De jelen esetben ennél a darabnál a Noémi ezt úgy csinálta meg, hogy mindenkinek megvan a maga kis külön feladata. Tehát a négy szerelmes, ők csak magukkal vannak elfoglalva, a négy mesterember túlnyomó részt csak magukkal vannak, a főszereplők is csak magukkal, tehát lehet külön-külön próbálni, nem kell, hogy ott legyen mindenki, de nem árt, hogy egyszer azért ott van mindenki. Kihívás fizikálisan. Az improvizáció lehetőségére is kíváncsiak voltunk. Noéminek határozott elképzelései vannak, mind a lépést illetően, mind a dramaturgiával. Van szabad kéz, jön egy ötlet, jön egy mozdulat, jön egy megoldás egy emelésből, egy szituációból átmenet erre, átkötés a másikra. Lehet, tehát ő nagyon nyitott ezekre a megoldásokra, de vannak persze, tehát a 98% az egésznek ez kötött fix. Tehát ez a lépés, ez van. Nyilván tesszük bele a magunk kis őrületeit, és hát azért ők belőlünk táplálkozik. A társulat legfiatalabb tagja, frissen diplomázott Csipán Csenge arról beszélt, hogy az egyetemen kihívásokkal, de élményekkel is teli 7 évet tölthetett. Én Szép Helénát játszom. Hát ez egy teljesen új élmény volt nekem, tehát ilyenben én még nem szerepeltem, egy szabadúszó társ, tehát nagyon nagy élmény, és hát különleges, mivel ez az első nekem. A próba folyamat nehéz pillanatairól is kérdeztük Csengét. Itt nem voltak, ugye őket ismerem, ugye voltak, kivel már dolgoztam együtt az egyetemen, mindenki nagyon barátságos volt, egy kis családi légkör volt. Biztos lesz olyan hely, ahol lesznek, mert ugye ez egy tehát versenyszakma azért, de itt nem volt. Az előadás teltház előtt hatalmas sikerrel végződött. A meghívott vendégek és a fellépők pezsgővel ünnepelték a Szentendrei Teátrum nyári rendezvénysorozatának premierjét. Karafiát Orsolya és Karafiát Metta záró tárlat vezetésével fejeződött be az Európai Iskola Veszélyes Csillagzat alatt című kiállítása múlt szombaton. A finiszást az idei Szentendrei Tavaszi Fesztivál keretein belül rendezték meg a Művészet Malomban. A közel 300 alkotást bemutató kiállítást több éves kutatómunka előzte meg Árvai Mária, Bodonyi Emőke, Hornyik Sándor, Kasut Krisztina, Pataki Gábor, Várkonyi György részvételével. A tárlaton a téma jeles szakértői a tematikus egységek mellett korabeli kiállítások rekonstrukciójával segítettek áttekinteni az Európai Iskola és a belőlük kivált elvont művészek magyarországi csoportjának tevékenységét. A kiállítás záró eseményének részleteit Karafiát Metta ismertette stábunkkal. Dialógusra lehet számítani, felosztottuk egymás közt a képeket, szerencsére nem veszekedtünk, kicsit féltünk, hogy kinek mi a kedvence, de nagyon máshogy reflektálunk mindegyikre, és nagyon mást hoz elő, és emellett nyilván utánolvastunk a különböző itt megjelenő művészeknek, kerestünk tőlük idézetet, akkor arra hogyan lehet reflektálni napjainkban, vagy akár így egyetemes szinten, tehát így felváltva fogjuk vezetni ezt a kis túrát. A kommunikációs szakembert a kiállítás központi gondolata, a szabadság, mint egyetemista gondolat inspirálta az eseményen való részvételre. Megtalálni önmagunkat a
korban, amiben létezünk, és az annak nyújtotta lehetőségeit, és nem csak beszűkülve a saját kereteink közé. Tehát nagyon érdekes gondolatokat fogalmazott meg az Európai Iskolának a különböző gondolkodói, és azt a fajta nyitottságot, azt a szemléletet szerintem példaértékű lenne követni minden egyéb területen is. A kiállított alkotások intenzív érzelmeket közvetítenek, amelyek mélyen megérinthetik a szemlélőt is. Azt gondolom, hogy a gondolatisága az, ami a legerősebb, ami az egészet áthatja, az a fajta nyitott szemlélet, a nem bezárkózás, a kitekintés a külvilágra, egymás felé, és úgy szemlélni, hogy te ez vagy, ezt tudod, és közben nézd körbe, hogy mi van körülötted. A különböző generációk számára meghatározó szerepe van az Európai Iskola által képviselt szemléletmódnak. A gondolatisága és az a komplexitása, hogy a világot szemlélték, leginkább ez, amiből lehet tanulni. És az, hogy közvetlenül a második világháború után azonnal emelt fővel a gyatra körülmények dacára összeálltak, és emberek maradtak, és ezt szerették volna közvetíteni a külvilágnak is, az szerintem példaértékű. Karafiát Metta testvére Orsolya örömmel mondott igent a Veszélyes csillagzat alatt című kiállítást záró tárlat vezetésére. Teljesen véletlenül jöttünk ide a kiállításra, mert Pacsika Rudolf művészbarátunk rám parancsolt, hogy jöjjek el, és kaptunk egy privát tárlatvezetést is. Ő azt mondta, hogy ez nem csak az év, hanem az évtized kiállítása is, és hát én mindig hallgatok Rudolfra, ezért kijöttem, amúgy is figyelemmel követem a szentendrei tárlatokat, meg ami itt a Művészetmalomban, illetve a Ferenci Múzeumi Centrumban történik. És hát azok a művészek, akiket itt ki vannak állítva, például személyes kedvencei Mámos Imre vagy Anna Margit, egyértelműen olyan hívónevek voltak, amiért örömmel vállaltam a tárlatvezetést, és mi mindig úgy készülünk, én egyedül szoktam tárlatot vezetni, tehát hogy azért is van bennem ennyi feszültség ma. Egy kettes tárlatvezetés az mindig olyan, hogy egy kicsit a másikért is aggód, tehát próbáltuk beosztani a képeket. Az Európai Iskola Veszélyes csillagzat alatt című kiállításának záró eseményéről készült bővebb összeállításunkat pénteken Művészváros című magazin műsorunkban láthatják. Végül a várható időjárásról. Kedden szinte mindenhol derült időre számíthatunk. Csapadék ezen a napon sem lesz. Keleten még megélénkül az északi szél, máshol gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Friss reggelre ébredhetünk, 10-17 fok közé hűl le a levegő. Délután pedig 26-31 fok várható. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. Szentendrén egy pizzéria üzlethelyiségéből fúrót, kör és láncfűrészt vitt el egy besurranó tolvaj. A rendőrség pár órával a bűncselekmény után előállította és őrizetbe vette az elkövetőt. Shakespeare egyik legismertebb vígjátékával nyitotta meg nyári előadás sorozatát a Szentendrei Teátrum. Karafiát Orsolya és Karafiát Metta záró tárlatvezetésével fejeződött be az Európai Iskola Veszélyes csillagzat alatt című kiállítása múlt szombaton. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre Ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak velünk, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Párosan Szép című magazinműsorunk, melyben Sütő Péter vendége Virág József és Németh Zsuzsanna lesz. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. Megtalálhatók vagyunk a közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!